Hello mindenkinek, itt az ötödik videóm, az Európai Universális 3, remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog. Már itt vagyunk akkor az alapmenüben, hát itt meg a single player, multiplayer, meg a készítők, opciók, meg az egyéb dolgok, akkor itt egy világtérkép, itt lehet nézni, hogy mit, hogyan, vagy kiállítani népet, hogy irányításod alá vont. Igen, akkor ezt ilyen chapterök le lehet osztani a játékot, hogy különböző kéreképpen is becsatlakozhat a történelem legfontosabb időpontjaiba. Igen, akkor van ilyen csúszka, hogy évenként állíthatod, vagy van ilyen, hogy évtizedenként, vagy évszázadokat is ugorhat. És akkor így változik a térkép is. Hát itt látom, hogy már Magyarország el is tűnt szinte. Nem. Aztán menjünk most szépen vissza, és akkor kezdjük el, hát mivel hogy magyarok vagyunk, illik nekünk a saját országunkkal kezdeni. Nos, akkor ez, hogy milyen ország, a címer, ki az uralkodó, milyen erőség, milyen nehézség, milyen a vallás, és ki van szövetségben vagy háborúban. Most jelenleg az ottomán birodalommal vagyunk háborúval. Igen, betölti, ezek tényleg nagyon tetszetős képek, ami ilyen betöltésével van. És itt mink a játékba. Ez az alap, mint jó ez a törötti nézve, de lejjebb lehet többféle képen váltani. Akkor ez a mi hatékép, ez is volt az előbb. Igen, akkor vallási nézet, itt meg lehet nézni, hogy ortodox, meg itt ami egyéb vallásúak, katolikustól kezdve minden van. Igen, akkor ilyen birodalmi, ez csak a német-római császárságra vonatkozik, de fel is vehetnek a német-római császárság közé. Akkor a kereskedelmi, két mód, a diplomáciai, ezek a nyugdíj, az ördek, azután ezek a szövetségeseink, és ezek meg az ellenségek, vagyis akikkel háború állunk. Igen, de lehet majd még benne ajánlani, vagyis királyi házasság is. Már itt is egy felkérés, egy királyi házasság, el is fogadjuk, és már is a királyi család, és a házasodva a másik királyi családdal. Igen, ezek a felső, hogy diplomata, kolonizáció, meg missionáriusok, meg kémeket lehet felbérelni. Akkor, igen, meg a kém. Akkor itt a pénzünk, stabilitás, meg a main power, vagyis a munkaerő. Az, ha több a munkaerő, ha van munkaerő, akkor le tudunk gyártani időre embereket, és időre gyártunk katonákat. És akkor ezt kiválasztod, és akkor levesz egy 1000 munkaerő. De lehet gyors kiképzést is választani, csak az jó, gyorsan kiképzi őket, de gyenge a moráluk, meg mindig emelkedik a pénz, ha igénybe veszik ezt a szolgáltatást. Ezek nem is emelkedik szinte, ha nincs infláció. Igen, ezek az alap, hogy kivel vagyunk barátságban, ez is tűntetve, készíthetünk hűbéreseket is, milyen vallások, és hogy állunk a világ szemében is. Igen, ez az, hogy ki a királyunk, meg a többi nyilvánság, akkor lehet tanácsadókat is felvenni. Van a különféle tanácsadók, és igénybe vehetjük a szolgáltatásaikat. Egyszerre hármat, és ha meghalna az egyik tanácsadó, akkor újra felvehet. Ez a csúszka mód, és lehet állítani mindent, politikától kezdve mindent, infláción át, akkor lehet felvenni. Ha háború van, háborús segélyt, lehet hiteleket is felvenni. Igen. Akkor itt figyelhetjük meg a hadseregünket, hogy miből mennyi van. Igen, itt a vallási tolerancia van, legjobban a katolikus vallást fogadja
fogadják el. Aztán itt, hogy milyen rendszerben van, lehet rendszert is váltani, most feudális monarchiában van, de a középkorban vagyunk, akkor itt állam ötleteket lehet létrehozni. Itt lehet generálni, soktól kezdve parancsnokokat, át minden vezért, akik becsatlakoznak a hadseregbe. Akkor ilyen a városi mód, lehet hajókat gyártani, akkor ha megnézzük a provinciát, akkor meg lehet nézni, hogy milyen terület, hogy mennyi a lakosság, milyen vallások, hányan őrzik azt a fővárost, mivel kereskedik a legjobban, mennyi az adó, és milyen népességek élnek be, itt magyar, meg horvát, így él egy helyen. Igen. És akkor a jobb egérrel mozgathatjuk ezeket az emberképet, akik jutanak a térképen. Elég minden tetszetős, jó a grafika is, nekem mindig is tetszettek ezek a térképfoglalós játékok, főleg ha ilyen botán, hogy emberekkel van, mint ez a játék. Ezért méretileg nagyon megnőttek ezek a katonák. Na, és akkor ilyen egy dolgokat tudunk csinálni, a másik népe, háborút tudunk nyilván, itt a szövetségbe tudunk lépni, kereskedelmi embargót tudunk ellenük küldeni, vagyis hogy a kereskedők nem jönnek be a mi területünkre, akkor felpróbálok ajánlani most az ottomán birodalomhoz egy békén, és akkor ahány, amilyen erősségű a két ország között a kapcsolat, annyira jobban el fogják fogadni a felajánlásunkat. És ha nem erős, akkor azt mondják, hogy nyalt ki a seggel. Ha jó, ha elég jó, akkor beleegyeznek egy szövetségbe, vagy ha ők akarják, akkor fel is ajánlják. Na, Szerbia, általán el is foglalták a törökök, ezzel visszállt. Itt még Erdély, úgy látom, hűbér államunk, nem sokáig. Ilyen egy tordat, mint meg lehet nézni a pápaságot, itt van a pápai államban a pápa, ilyen, és akkor lehet befolyásolni, lehet pénzzel ezeket a bíborosokat, vagy mikkel, hogy magyar pápa legyen, és ha magyar pápa van, az csak a magyar államnak lesz jó. Akkor itt van a német-római császárság, és ki a vezetője, még fel is vehetnek, csak elég jó kapcsolatodnak kell lennie. Akkor a provincia kereső, ebből kikeresheted bármilyen provinciát, amit akarsz, és a kákat, mint a sudokat is, oda is visz. Igen, és ez a külprovincia kereső, akkor ez egy fertőzhetetlen terület. Na, és akkor ez a magyar királyság által ismert terület, még az 1400-as években. Jó, majd 1492-ben elindulnak a felfedezések. Akkor tényleg minden, ahol egyfolytában fejezik fel az ember a területeit. Nézem egy hűvéres államomat, itt egy kis ablakba azt leírja egy kis ilyen történetet, hogy mi kapcsolatos vagy velünk, vagy nem velünk. Na, és akkor menjünk tovább. A saját mentésemmel ezt nagyon kinkeservesen csináltam meg, legalább egy év munkája benne van. Hát, nézzétek! Csak ennyit tudok hozzáfőzni. Na, már bent is vagyunk, akkor hát azt akkor meg szeretném mutatni, hogy hogyan támadunk meg egy országot. Tehát nézzünk most egy nagyon gyengét, utána ott van ez a csíkozott jelzések, kijelentik, hogy hol vannak Magyarország területén kívül magyar kisebbségek más országon kívül. Na, támadjunk be is egy országot. Oké, már látszik, hogy lázadoznak a népek. Ha ilyen batár nagy területű országot hozol létre, nem érdemes, vagyis nem érdemes létrehozni ekkora méretű országot, mert a kisebbség egyfolytán beláldozódik, lázadozik, meg hát, hogy egyfolytában kolonizál, szinte
csak millió egy ilyen üzenet, de nagyon több területét kolonizáltam, de most nem nagyon foglalkozok vele. Hát a csata jelenete csak ennyi, hogy ez a két figura egymásnak ugrik, ez így növelődik. De tényleg a technológia, annál van az erő. Megmutatom, akkor ilyen egy ostrom, és ilyen, hogy elfoglalott. És akkor bekebelezheted az országot. Akkor sarcot követelhetsz, és ha nagyobb lenne az ország, akkor követelhetsz tőle pénzterületet, akkor leteheted a fegyvert, vagy te adhatsz neki területet a sarulás. Hát ennyi ez a videó, de még fogok még mutatni pár dolgot benne, szóval még ennem vége. Sziasztok!